Bancsi Gábor pirosi termelő főleg szója, búza és kukorica termesztéssel foglalkozik. Nagy érdeklődéssel vett részt az előadáson, hogy további ismereteket szerezzen a növényvédelemről. Mindig újabb vegyszerek jönnek, na és akkor ezért jó ezek az előadások, akkor itt hát megtudjuk a szakemberektől, hogy mivel tudjuk kezelni ezeket a gombabetegségeket, meg a gyomokat. Az előadást Bagi Ferenc egyetemi tanár tartotta, aki a jelenlegi növényvédelmi kihívásokra és az ezekre kínált megoldásokra hívta fel a figyelmet. Az idei estét tulajdonképpen egy kutatásainak szántam, amely a szilvahimlő vírusról szól, ugyanis létezik a csonthéjasoknak egy igen veszélyes vírusos betegsége, nem csak az emberek és az állatok betegedhetnek meg vírusoktól, hanem bizony a növények is, amelyik nagyon nagy károkat tud okozni. Ezért ennek a tüneteit, megelőzési módszereit próbálom összefoglalni. Az előadást követően a szakemberek nyitottak voltak minden mezőgazdasági problémát érintő kérdés megválaszolásában. Én megpróbálom itt pirosan elmondani röviden, hogy melyik azok a fontos tudnivalók, ami illeti a mezőgazdasági minisztériumot, és hogy röviden összegezve, mi volt az idén, mi az, ami a jövő évi költségvetésben várható, és hogy mik lesznek azok a lehetőségek 2024-es évben, amik a gazdák tudnak pályázni. A gazdák számára szervezett ilyen típusú előadások fő célja az, hogy bővítsék ismereteiket és támogassák őket a klímaváltozás által kiváltott problémák hatékonyabb kezelésében.